Alapot Kft. Mikor indult, mivel foglalkozik? 2002-ben alapult, gyakorlatilag 10 éve fenyőgyújtógyártással foglalkozom, illetve fagútógyártás. Tehát most már amióta ezen a telephelyen dolgozunk, 2009. januárja óta, azóta gyártunk már kemény fából is útorokat. Tehát ami megtalálható nálunk fenyőbe, azt legyártjuk kemény fából, hűből jellemzően, és van még egy másik szegmensünk, ahol égerből még gyártunk útorokat. A butoron belül szakosodtak-e valamire, mindent csinálnak, vagy látom, van korpusz, hálószoba, vagy még más is? Hát ugye azért valamennyire szakosodva van, mert jobban a hálószobára megyünk rá, illetve az ilyen íróasztal, étkező cuccaink nem nagyon vannak, vagy étkező butoraink nem nagyon vannak. Tehát a hálószoba. A tálaló mondjuk a étkezőbe, de aztán ezen felül asztalt is néha-néha gyártottunk, de nem tudjuk jó árba kihozni az igazság, és ilyen nem érdemes. Tehát az importtal nagyon nehezen versenyezünk.